Első körben a közösségi terek kialakítására, a másodikban pedig orvosi rendelők, szolgálati lakások és orvostechnikai eszközök beszerzésére pályázhattak az önkormányzatok és az egyházak. A kormány döntése értelmében 150 milliárd forint áll rendelkezésre a Magyar Falu program pályázataira, a közszolgáltatások fejlesztésére 75, a mellékút hálózat javítására 50, míg a lakhatás segítő falusi csokra 25 milliárd. A tisztán hazai forrásból támogatott program célja, hogy megállítsa és ahol lehet visszafordítsa a falvakban való elvándorlást, javítsa a lakhatást, a munkába járás körülményeit és a közszolgáltatások színvonalát. Heves megyében 24 település és 18 egyházközség nyert támogatást a pályázat segítségével. Többek között Felső-Tárkány, Noszvaj, Kerecsen, Tiszanána és Bélapát falva is. Itt egy nagyon gyors és rugalmas döntési rendszer van. A meghirdetetnek megfelelően ugye 60 napon belül támogatott döntések meg is születtek, és ami nagyon nagy előny a kis települések szempontjából, hiszen sok településnek problémát okoz az önérő elvárásoknak a teljesítése, vagy esetlegesen a pályázatok előfinanszírozása, hogy itt teljes egészében előfinanszírozott pályázatokról beszélünk. Tehát a támogatási szerződés megkötését követően a teljes összeg ott lesz a települési önkormányzat vagy a nyertes egyházi pályázónak a számláján. Magyarországon a Magyar Falu program 2887 települést érint. 2020-ban elindul egy új pályázati lehetőség az 5000 fő feletti települések fejlesztésére.